Tamás, döntetlennel hangoltatok a nyitányra. Mit láttál, hogyan értékelnéd a mérkőzést? Azt mondom, hogy voltak biztató momentumok, volt rengeteg lehetőségünk, volt azt mondom négy zicserünk is, viszont az összkép azért egy kicsit csalóka, úgyhogy van még mit bőven javítanunk a rajtig. Hogyan fogtok készülni a következő egy hétben a Csákvár elleni meccsre? Tudjuk jól, hogy ebben a bajnokságban mindenki az MTK-t akarja majd megverni, úgyhogy ez nem lesz másképp Csákváron is. Ugye Csákvárban azok a játékosok fognak játszani túlnyomó részt, akik tavaly a Puskásra bajnokok lettek, tehát ez már egy teljesen más csapat, mint tavaly volt, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, de azért mondjuk, hogy győztesen hagyjuk el a pályát.